Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk kint az Ipari Parkban, Varga Nándorral, az Ipari Park Kft. Ügyvezető igazgatójával beszélgetünk. Mögöttünk javában zajlik az építkezés, akit jár a négyesen látja, hogy látványos eredmények történtek itt az elmúlt hetekben. Hol is tart most ez a beruházás, hiszen az út elkészült, azon jöttünk be, tehát gondolom, hogy minden szép sornyában halad. Üdvözlöm a Karcag Televízió nézőit. Igen, nem csak előttünk, hanem mögöttünk és körülöttünk mindenütt folyik a munka. Sajnos a tavaszi esős idő és a belvíz nem segített a munkánkon, de úgy néz ki, hogy a lemaradást részben sikerült behozni. Ez vonatkozik az elektronikai hulladékhasznosító üzem építésére. Ami annyit jelent, hogy ha valaki a négyesen jön Debrecen felől és a négyes felől, feltűnően nagy épületeket lát, ami annyit jelent, hogy ezek az épületek a megfelelő terv szerint épülnek, és várhatóan augusztus közepére olyan állapotba kerülnek, hogy a gépek szerelését is belül meg tudjuk kezdeni. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó hír. Épp az előbb kérdeztem, hogy mit tudunk a másik beruházásról, de arról még nem tudunk sok konkrétumot, ugye? Hát a másik beruházás a PET palackos üzem támogatásáról a döntés a napokban született meg. Ezután következik az a pályázatkészítés és egyéb kapcsolódó szervezési munka, amely alapján majd a már meglévő jogerős építési engedély birtokában elkezdhetik az építkezést. Itt beszéljünk egy picit erről az építkezésről, hiszen azért biztos, hogy van egy-két adat, amit tud nekünk mondani. Látjuk, hogy rengeteg földet megmozgattak, nagyon sok út készült, tehát itt most is rengetegen dolgoznak mögöttünk. Gépekkel hordják, viszik a földet, tehát folyamatos a munka. Amelyik úton jelenleg állunk, és a hátam mögött dolgoznak a gépek, ez a Karcagi Ipari Park beruházásában épül, a hozzátartozó infrastruktúrával, ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz, gázvezeték és térvilágítás, amelynek a teljes megvalósítása az elkövetkező 30 napban várható. Augusztus 15-ére már a üzembe helyezésének kell, hogy megtörténjen ezeknek az infrastruktúráknak. Ez a beruházás 240 millió forintos, plusz 20 millió forint az, ami a telken kívül épül. Ez a telken kívüli rész a Gyarmati útnál az út csatlakozása a Gyarmati úthoz. Ott folynak jelenleg a betonozási munkálatok, holnap után várhatóan az aszfaltozás ott is megtörténik, és az út felső aszfaltos koporrétegét pedig egy hét múlva fogják rátenni az útra, amiután a festés, kresztáblák elhelyezése és útpatka építése következik, tehát a szépítkezés, a felső ruházat most következik. És hát még következik majd ennek a szép télagyári toronynak a lebontása is, hiszen beszéltünk már erről többször, még itt mögöttünk, itt magaslik. Arról tudunk esetleg valami konkrétabbat mondani már? A téglagyár területével kapcsolatos egyeztetések jelenleg is folynak. Ezt elkezdtük még az elmúlt évben, idén felgyorsultak, az önkormányzat éppen most délután 3 órakor fog a területrendezési terv megrendelésében dönteni, ami ahhoz szükséges, hogy a téglagyár területét kibővítsük további területtel, ami iparterületté lesz nyilvánítva, és olyan építési beírásokat, előírásokat határozzunk meg, ami a leendő gyár feltételeinek majd megfelel. Gondolom utána, ha egy hónap múlva itt kész lesznek az infrastruktúrával, utána kezdődhet majd a tereprendezés is, ami igazán nem egy egyszerű feladat lesz. Hát a tereprendezés az részünkről lezajlott. A befektetők, tehát akik építkeznek, majd a saját maguk által megvásárolt területet kell, hogy rendezzék. Ugyanúgy, mint az elektronikai hulladék hasznosítónál, több mint 1 méter földet kellett 50 ezer négyzetméternyi területről kivenni, és több mint 1,5 méter
földet kellett visszatölteni ahhoz, hogy olyan alapokra tudják építeni az épületet és az utat, amely megfelelő stabilitást biztosít neki. Tudunk esetleg valamit arról, tudom, hogy nem az ön hatásköre, de esetleg arról, hogy mikorra készül el a csarnok? Hát napi kapcsolatban vagyunk a beruházókkal is, a kivitelezőkkel is, tehát tudom, hogy hogyan állnak. Augusztus végére, szeptember elejére várható, hogy az épület teljes egészében készen lesz, de ezt megelőzően a legmagasabb épületpont alatt lesz majd az a 1,2 milliárd forint értékű gépbontó, amelyiket ott elhelyezzük. Ennek a szerelése már augusztus végén, második felében várható, hogy megkezdődik, amihez már a vezetőket, illetve azokat az embereket, akik ebben konkrétan a gép beüzemelésében, összeszerelésében részt fognak venni, az ők kiválogatásuk és szerződéskötésük a napokban történik. Akkor reméljük, hogy erről ez biztos látványos lesz, reméljük, hogy tudjuk majd nézőinket is tájékoztatni, és vissza fogunk ide térni. Én azt kívánom, hogy legyen ilyen szép esőmentes idő, és tényleg tudják tartani a határidőket. Köszönjük szépen, az esőmentes idő az a beruházáshoz feltétlen szükséges, de ahhoz, hogy egészséges környezetben dolgozzanak, mint látják, ha egy-egy gép elmegy ezen a már most poros részen, akkor nagyon szállapor. Tehát, hogy mondjam, egy 5-6 mm zápor naponta egyszer-kétszer jól jönne. Én azt kívánom, hogy legyen minden úgy, ahogy elmondta, és akkor vissza fogunk térni, amikor újabb látványos dologhoz érkezik a beruházás. Köszönöm szépen, és remélem hamarosan karcagi lakosokat köszönhetünk az új munkahelyeken.